Dorogon minden a foci körül forog. Az emberek természetesen a helyi csapatnak szurkolnak, de egy másik csapatért is dobog a szívük. Hogy melyikért is? Hallgassák csak! Mi vagyunk a Ferencváros! Hey! Hey! Mi vagyunk a Ferencváros! Hey! Ezek után nem csoda, hogy a város plébániája a Fradiból igazolt papot. A gyerekek szerint Csaba atya igazi világbajnok. Egy hiteles keresztény család, amiben fölnőhettem, és ezért hát nagyon hálás is vagyok az Istennek. Nyilván ez a hitelesség nem azt jelentette, akár a szüleimmel, akár a testvéreimmel kapcsolatban, hogy mindenki hibátlan vagy tökéletes, hanem az, hogy hát a hitelesség ugye azt jelenti, hogy a szavaik és a tetteik között összhang volt. Mind a szüleimnél, mind pedig a testvéreimnél. Nyilván az idősebbeknél, a kisebbeknél meg én is igyekeztem bekapcsolódni. De olyan 11-12 éves koromban elsősorban híres focista szerettem volna lenni. A családban akkor nyilván mi nem gondolkoztam, papságban sem. Inkább csak azt szerettem volna, hogy akkor hát olyan híres focista legyek, mint hát legalább a Vince Otto, vagy legalább a Del Piero, Inzaghi és a többi. Tehát akik az igazi nagyászok voltak az én fiatalságomban, mondjuk így. És hát ennek megfelelően nyilván mindent meg is tettem, így eljuthattam a Ferencváros utánpótlás csapatába, ott játszottam 6 éven keresztül. 14 éves koromban már megvolt ez a cél, hogy szeretném ezt. És akkor ennek alárendeltem mindent. Heti 7-8 edzésen volt egy mérkőzés, volt egy vasárnapi szabadnap. 15 éves koromban történt, hogy egy térdsérülést szenvedtem, a porc lágyulásom volt, amivel 6 hónapot ki kellett hagyni így az edzésekből. És hát elkezdtem kicsit pánikolni, hogy mi lesz így. Hiszen, tehát ilyen készülés során, amikor valaki hát sportolni szeretne, fél év kihagyás, így a kamaszkor közepén azért ez kifejezetten súlyos problémának számított. Szóval ennek megfelelően éreztem úgy eléggé erősen, hogy hát akkor ez így derékbe fog törni. És éven a kamaszkorban jellemző amúgy is az önbecsülési küzdelmek. Egy jó osztályt hagytam ott a Don Bosco iskolából, és egy olyan osztályba kerültem, amit azért úgy szerettem, de nem voltam még azért a helyemen, hiszen 9-es voltam. Tehát elég sok frusztráció, elég sok probléma jelentkezett, vagy sűrűsödött azokban a hetekben. És hát ezekben a hetekben történt, hogy egy félreértés kapcsán elmentem egy rózsafűzér imádságra, és a rózsafűzér imádságon keresztül tapasztalta meg egyszer csak kvázi a semmiből, hogy egy olyan békés, egy olyan öröm töltött el nyugalom, amit azelőtt sohasem éreztem. Hat éves koromban fogalmazódott meg először bennem, hogy hát akkor én inkább pap szeretnék lenni, és nem futballista. A szülei megint bölcsek voltak, mint mindig. Hát emlékszem, hogy leültettek egyszer este édesapám meg édesanyám, és mondták, hogy látják, hogy vannak változások, de nem látják, hogy azért az imádság, a minisztrálás, hogy ez fontos lett, és látják, hogy belülről fontos ez a dolog, és megerősítettek, hogy jó, és hogy örülnek neki. És mondták, hogy ha esetleg papságon gondolkoznék, azt mondták, hogy még azért kamasz vagyok, ne égessek fel minden hidat, és ha az Isten majd akarja, úgyis megerősíti ez bennem. És hát erre odafigyelve azért tehát a futballt vittem tovább 18 éves koromig, és aztán 18 éves koromban az érettségi környékén lett egészen kristálytiszta, vagy hát a szívem közepén lett az a vágy, hogy inkább pap szeretnék lenni. Dorog városáról igazából sokszor hallottam, főleg a futball kapcsán, ugye Grosics, Buzenszky, MB2-ben azért jól szerepeltek. Remélem most is bennmaradunk. Hajrá, Dorog! Nagy örömmel tapasztaltam, hogy nagy segítséggel voltak itt. Augusztus 1-ével kerültem ide, augusztus 6-án volt itt az új plébániának az átadása, és hát a hívek nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy segítőkészséggel segítettek 5 nap alatt egy nagyon nagy munkát elvégezni, megszervezni, és azóta is nagyon sokan segítenek, nagyon sokan mellettem állnak, és igazából talán ezt ki is mondhatom, hogy beleszerettem Dorogba. Akkor szokott módon kezdjük az órát, kis feleltetéssel. Első 5 parancsol. Uradat, Isten előtt imád, és csak neki szolgál. Isten nevét hiába neved,
az Úr napját szenteld meg, atyádat és anyádat tiszteld, ne ölj. Nagyon jó. Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Isten nevét hiába neved, atyádat és anyádat tiszteld, ne ölj. Pedagógiai feladatok terén a mi kötelességem az természetesen a plébániai hitoktatás, tehát a plébániához tartozó híveknek a hitoktatása, és nyilván elsősorban, vagy kiemelten a gyermekeknek, az ifjaknak a nevelése. Ez itt a gyakorlatban azért úgy néz ki, hogy nagyon sokan járnak ide a közeli iskolába, az Rényi iskolába, és ide járok hitoktatni 1-től 8-ig. Tehát a hittanórák keretében szoktam a legfontosabb részt, a katekézist tartani, tanítani a gyerekeknek. Hát a pedagógiai eszköztáromban azért segítségemre van a foci is. Ez is szerintem egy fontos pedagógiai eszköz, mert jobban megismerem őket, jobban kötetlenebbül is együtt tudunk lenni, és ez szerintem nagyon, nagyon jó lehetőség arra, hogy akkor ott személyes megszólítás legyen, akár aztán a hit irányában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Hogy köszönjük. Dicsérjük Jézus Krisztus Krisztus. Mindenekben. Foci csapatban az edzőimen keresztül, a csapattársaimon keresztül egy nagyon kiegyensúlyozott, normális férfiképet kaptunk. A feladatok világosak voltak, a keretek, és világosak voltak a következmények. És hogy egyfajta lelki állóképesség, hogy nem kell mindenen rögtön megsértődni, hanem a szeretetbe az is belefér, egy kicsit keményebbek vagyunk egymással, azért, hogy ebbe fejlődés legyen, azért, hogy rend legyen a csapaton belül. Tehát az egymás iránti felelősségre is nagyon sok hangsúlyt fektetett. És ezek nagyon hasznosak a papi életben, és hogy lássam én is az életem kereteit, lássam én is a határaimat, hogy akár pléveni kormányzóként mi az, amit még el tudok vállalni felelősséggel, mi az, amit nem. Hát a fociban azért sokkal egyszerűbb felmutatni egy eredményt, hiszen győzelem, vereség, döntetlen. Tehát ezen nincs nagyon mit magyarázni, azért a papság kérdésében, vagy az én szolgálatomban, mint papi szolgálat egy kicsit összetettebb dolog. Nyilván vannak mondjuk materiális eredmények, vagy kézzelfoghatóbb eredmények, hogy ennyi első áldozó, ennyi bérmálkozó, ennyi vannak a hívek, de azt gondolom, hogy ez csalók a dolgok, vagy nem ezt tartom én eredménynek. Sokkal inkább azt tartom eredménynek, hogyha azt látom, hogy sikerül valakit a hitben segíteni, az Isten kapcsolatában segíteni. És ezek nem mérhetők, ezek olyan személyes történések, amiket úgy érez az ember, vagy látja. Mint egy barátságban, nem lehet kilóra mérni egy barátságot, és mennyire vagyunk jó barátok, mennyire nem, ezt úgy érzi az ember, vagy látja, vagy hát ennek a jeleit azért tapasztalja. És sokkal inkább egy folyamat, sokkal inkább egy láthatatlanabb történés.